Hát akkor szeretettel üdvözöllek benneteket, és arra kérek egy bátor önként jelentkezőt, hogy 1 és 208 között mondjatok egy számot. 34-es, nagyon jó. Van-e a kutyának buddha természete? Egy igazi klasszikust választottál, nagyon jó. Egyszer egy szerzetes megkérdezte Chogyu Zen mestert. Van a kutyának buddha természete? Mu, felelte Chogyu. Kérdések. A buddha azt tanította, hogy minden lénynek van buddha természete. Chogyu azt mondta, hogy a kutyának nincs. Kinek van igaza? Második. Chogyu így felelt, mu. Ez mit jelent? Téged kérdezlek. Van a kutyának buddha természete? Szungszán zenmester kommentárja. A csend jobb, mint a szentség. Tehát, ha megszólalsz, hibázol. De ha ezt a hibát azért követed el, hogy minden lényt megszabadíts a szenvedéstől, akkor ez a zen. Hát ez talán a zen hagyománynak az egyik leghíresebb koanja, különösen a japánoknál volt ez, vagy még talán mai napig is egy fontos alapkoan, és van is egy olyan gyakorlat a japán zenen belül, hogy a mu koanon kell meditálni. Hogy mit jelent az, hogy mu? És nagyon sokáig olyan gyakorlatot is folytatnak vele, hogy meditálnak ezzel, hogy mu, bemennek a rosihoz, és ugye ez a kérdés, hogy mit jelent a mu. És hát akkor próbálnak valamit mondani, a rosi általában azt mondja rá, ez a japán zenmester, hogy nem így van. Válj egyé a koan lényegével, válj egyé a mu-val. És akkor ezt nagyon sokáig csinálják ezek a tanítványok, mi a mu, mu teljesen, hogy lehet egyé válni a mu-val. És aztán utána vagy elérnek valamit, vagy nem. Egy ilyen nagyon összpontosítós gyakorlattal. Egyébként a mu az itt Chogyu válaszában nagyjából azt jelenti, hogy nincs, nem, vagy nem tudható. Tehát valamilyen tagadó jellegű választ adott. És érdemes ehhez a koanhoz azt tudni, és ehhez a helyzethez, hogy akkoriban hát eléggé hasonló problémája lehetett nagyon sok zen tanítványnak, szerzetesnek is, hogy hát addigra már lelettek fordítva kínaira a szutrák jó része, és nagyon sok mindent olvasgattak a szerzetesek, és hát például elolvasták, hogy mindennek van buddha természete. És akkor elkezdtek rajta gondolkodni, hogy hát de akkor minek gyakorlunk ennyit, ha mindennek van buddha természete. Akkor például ott van az udvaron a kutya, ő neki lehet, hogy sokkal egyszerűbb, még nem is kell annyit gyakorolnia, és egyből zen. Ha neki is van buddha természete, meg nekem is, akkor minek ez az egész hajcihő? És akkor ezzel elkezdtek sokat morfondírozni a szerzetesek, és nem gyakoroltak. Ahelyett, hogy gyakoroltak volna, gondolkodtak a gyakorlásról. Úgyhogy minden bizonnyal, bár nem tudjuk, Chogyu azzal, hogy jött egy ilyen kérdés, és azt válaszolta rá, hogy nem, vagy nincs. Egy olyan dologra, ami hát be van írva a szutrákba, hogy de hát buddha azt mondta, hogy mindennek van buddha természete. Ezzel azt a pedagógiát követte, hogy akkor adjunk egy jó nagy kérdést a tanítványnak, amin aztán utána el lehet. És ezzel is legalább, amikor kap egy ilyen meghökkentő választ, hogy nincs, akkor egy pillanatra eléri ezt. És talán nem ragaszkodik a könyvhöz, hanem elmegy gyakorolni. Úgyhogy ez egy fontos dolog. Néha a zenmesterek, meg a zentanítók, ha olvassuk a koanokat, megnyilatkoznak úgy, ami nem helyes, ami nem igaz. De hogy
hallhatta Szungszán zenmester kommentárját, már eleve minden megszólalás hiba. Csak nem mindegy, hogy a megszólalásodat, meg a szavakat mire használod, miért nyilvánulsz meg. Azért, hogy taníts másokat, azért, hogy segíts vele, akár azzal is, hogy olyat mondasz, ami nem igaz, mert helyzettől függ. Ebben a helyzetben valószínűleg ez egy jó tanítás volt annak a szerzetesnek, különben nem maradt volna meg több száz évig ez a történet. Ezért szólalsz meg, vagy azért szólalsz meg, hogy véleményeket önts a világra, érzelmeket szíts, vitákba szállj, szenvedést generálj. Mennyiszer látjuk ezt, hogy ugye, ahogy ez a régi mondás tartja, hogyha hallgattál volna, bölcs maradtál volna, nagyon szükség lenne erre, hogy jobban megszűrjük azt, hogy mit mondunk ki. Ez a jézusi mondás jut eszembe, valahol van az Új Szövetségben, hogy hát nem az a bűn, ami a szájon bemegy, hanem ami a szájon kijön. És hát ezt jó lenne megszívlelni. Ugye ez a gyakori élmény lehet akár egy elvonulás után is, hogy Szunim is szokta mindig mesélni, hogy végülsz egy elvonulást valakivel, csöndbe ültök, és megy az elvonulás, tök jó. Aztán vége az elvonulásnak, megszólal az a másik ember, de bár ne tette volna, mert ott ez az illúzió, amit egy hónapig gondoltál róla, hogy ő milyen gyakorló, az ott azonnal szerte foszlik. Úgyhogy hát az irányvétel nagyon fontos, és a mai világban, amikor láthatjuk ezt, hogy gyakorlatilag ott az internet, és te bármit bekommentelhetsz, bármit megoszthatsz, bármit rázódíthatsz a másikra, ráadásul úgy, hogy még ott sincs arccal. És akkor nyugodtan lehet, ez látható sokszor, beleolvasunk egy ilyen egy-egy komment szekcióba, olyanokat írnak az emberek egymásnak, hogy én néha csak fogom a fejem, hogy Úristen, nyilván ezt szemtől szembe a legtöbben nem mernék, na de miért írsz le olyat akkor, amikor ott van az anonimitásnak a védőburka, amit egyébként nem vállalnál szemtől szembe. Persze, nyilván azért, mert biztonságosabb, na de a szavakkal lehet ölni is. Nagyon érdekes ez, amikor szoktuk mondani a fogadalomtételkor. 5 fogadalomtétel most is volt nemrég a templomba, és ugye ott az első az, hogy nem veszem el az életet. De hát hajlamosak vagyunk ugye úgy állni ehhez, hogy jó, hát én nem szoktam ölni, akkor ez pipa ez a fogadalom. De hát biztos van már erről tapasztalatotok, hogy milyen az, amikor szavakkal ölünk. Amikor mondasz valamit, és a másikban lehet, hogy 10-20-30 évig tartó sérelmet okozol. És hogyha tudatosabbak vagyunk, akkor lehet erre figyelni. Vagy hogyha hibát követtél el azzal, amit mondtál, lehet gyorsan korrigálni. Ez is nagyon fontos, hogy általában nem azzal van baj, hogy jó, hibázni mindenki hibázik. De utána mit csinálsz azzal a hibával? És amikor még friss a dolog, akkor általában sokkal jobban javítható, mint sokkal később, amikor már nem mertük megtenni, nem léptünk bele abba a helyzetbe, nem korrigáltuk, és aztán elmérgesedik. Mert van egy helyzet, mindenki eleve rávetíti azt, ami benne van, és aztán utána, hogyha ez nincs tisztázva, akkor mindenkiben a saját narratívája megy tovább, 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 és nő, mint egy óriási hegy. És akkor utána már ezekről a hegyekről, amit építettünk magunknak, ezekről lövünk egymásra. Úgyhogy hát ezért jó ez az ilyen zen tanítás, hogy nagyon unortodox, nagyon nem fejsimogató, néha nagyon meglepő dolgokat csinálnak ezek a zen tanítók, néha mondanak olyat, ami nem igaz, de mindezt azért, hogy visszatérjünk ebbe a pillanatba. És lásd tisztán, hajd tisztán, érezd tisztán. És ahelyett, hogy olyanokon gondolkodsz, hogy van-e a kutyának butha természete, vagy van-e a
Buddhának kutya természete, ahelyett lássuk azt, hogy a padló barna, és itt ülünk egymással szemben. És ugye, ha kutyáknak, meg fáknak, meg egyéb lényeknek a Buddha természetére vagy kíváncsi, és ilyen gondolataid vannak, akkor nyugodtan menj oda egy fához, egy kutyához, és kérdezz meg tőle. Nagyon szép választ fog adni. Úgyhogy ezt sem érdemes elfelejteni. Na, hát bevezetőnek talán ennyi elég is ehhez a nagyon híres koanhoz, és kinek van kérdése bármivel kapcsolatban? Azt szokott foglalkoztatni, hogy én vajon félreértem-e a szívszutrát, hogy én a nyugati pszichológiából jövök, ahol az evolúciós pszichológia a kedvencem volt, ami ugye nagyon egyszerűen mondva azt mondja, hogy az érzelmek segítenek nekünk dönteni, meg hogy hát igen, ilyen döntő szerepük van, hogy tudjunk helyesen utána cselekedni. És nekem a szívszutra sokszor azt jelenti, hogy legyél érzelmileg pokrót, ne érezzél, és aztán nem kell szenvedni. Valahogy tudsz engem ebből így kimenteni? Mert ez így nekem ilyen önbecsapásnak tűnik. Meg hogy mert nincs halál, és akkor ne legyen halál, és akkor nem kell szomorú lenni, ha valaki meghal például. Szeretnél érzelmileg pokróc lenni? Nem. Érdemes megvizsgálni ezt az oldalát is, hogy hol szól rólad az, amit ahogyan a szívszutrát értelmezed. Uh-huh. Ezt most nyitva hagyom, ezt a kérdést. Uh-huh. Ezt érdekes mindig megnézni. Van egy szöveg, és általában az is jellemző, ahogyan azt értjük. Ez csak egy személyes tapasztalat. Érdemes ezt egy párszor meg tantienbe nem észgetni. De rátérve a szívszutrára, magára, ugye az egésznek a lényege az, hogy ne azonosulj semmivel, ne ragaszkodj semmihez görcsösen. És itt tovább kell menni, ez nem azt jelenti, hogy akkor legyél teljesen semmi, hogy akkor legyél egy ilyen nem érző, nem gondolkodó, nem akaró, nem látó, nem halló valaki, aki mondjuk befekszik egy sarokba, és odafordul, és soha nem jön ki belőle, és ott van, és úgy éled végig az életedet. Hanem első körben ez tekinthető egy használati utasításnak a zen gyakorlathoz. Kevés ilyenünk van, de a szívszutra ilyen, hogy fölütöd, és elég sok minden föl van benne sorolva, amihez egyébként ragaszkodhatnál. Még maga a buddhista tanítás is. Mert ugye, ha énekeljük, akkor ott a közép részen van például, hogy ugye nincs szenvedés, nincs annak oka, nincs annak megszüntetése, és nincs a megszüntetésnek útja. Eleve a négy nemes igazságot szépen lesöpri az asztalról. Nincs még egy ilyen hagyomány, ami saját magát számolja föl. Hogy van egy magva a buddhizmus, aminek tényleg a legelső pontja az, hogy a Buddha ezeket megállapította, hogy az élet szenvedés, a szenvedésnek van oka, ha visszafejted ezt, akkor van megszüntetése, és van egy gyakorlat, amivel ezt el lehet érni. És a szívszutrában ott van kerek perec, hogy ezek nincsenek. Tehát mindig ezt szoktuk hangsúlyozni, hogy a dolgok eredetileg nincsenek. Vagy ahogy a hatodik pátriárka mondta, hogy eredetileg semmi sincs. Még a semmi sincs. És aztán ebből a, most nevezzük plazma állapotnak, vagy ebből a mentes állapotnak, ami valójában a minden egyszerre, a semmi és minden egyszerre, nehéz, itt elakadnak a szavak, mert ugye erről nem nagyon tudunk beszélni, mert még a szavak is ebből erednek. Ebből jön létre minden, és aztán tűnik is el. Úgyhogy a célunk az, hogy amit mindig szoktunk így a zenbottal magyarázni, hogy kiindulunk abból, hogy itt a zenbot, és
ha mondjuk ezt én így nagyon sokáig így tartanám, akkor lehet, hogy idő után azt hinném, hogy hát ez itt van, ez így kell, hogy legyen, hogy itt fogom a kezembe, és hát maximum ide rakom, vagy ide teszem, de például mondjuk, hogyha itt a telefon, hát akkor valamit szeretnék valamit csinálni vele, nehéz lenne. És kimennék az utcára, úgy is nehéz lenne. Tehát ez a kezdő állapot. Általában mindenki innen indul el a gyakorlásnak. Legfeljebb úgy, hogy gondolati szinten már olvastál róla, hogy a botot le is lehetne tenni. De oké. És akkor hogyan? Jó, hát olvastam róla, le kéne tenni, de hát mindig is így tartottam, tehát miért? Hogy lehetne ezt megcsinálni? És akkor utána elkezdjük énekelni a szívszutrát, elkezdünk nagyon sokat gyakorolni, és hát hallod az instrukciókban, hogy mahamudra, ülésmód, és hát ugye eleve így a mahamudrát nem lehet megcsinálni, úgyhogy hát jó, akkor csinálom a mahamudrát. Észre se veszed, de letetted a botot, és a mahamudrában gyakorolsz. Aztán, ahogy vége van az ülésnek, jó, hát itt a bot, mész ki tovább. És aztán el lehet oda jutni tapasztalatilag, amikor tapasztalod azt, amiről a szívszutra szól. Nem biztos, hogy a meditációs ülés során, hogy tényleg eredetileg semmi sincs. Akkor azt mondod, hogy hát akkor, ha eredetileg semmi sincs, akkor nem kell folyton a botot a kezembe tartani. És akkor azt mondod, hogy leteszed, és teljes mélységben átéled ezt az élményt, hogy üres a kezem. Ez először lehet félelmetes is, mert annyira megszoktam a botot. De aztán marhára felszabadító, hogy hát itt van a kezem, ez tök jó. Bármit csinálhatok vele. És akkor ez egy következő pont, hogy hát tényleg bármit csinálhatok vele. Lobogtathatom a ruhámat, fölvehetek egy könyvet, nyomkodhatom a telefont, olvashatok a könyvből, nyomkodhatom az arcomat vele, beigazíthatom a hajamat vele, bármit csinálhatok vele. És aztán, amikor ennek is megvan a szabadsága, hogy bármit csinálhatok vele, akkor elkezdek azon filózni, hogy jó, de hát akkor mire a leghasznosabb? Mire használhatom? És akkor tök jó valaki mást megsimogatni vele, dolgozni, írni, segíteni másoknak, és történetesen a botot is akár megfoghatom vele, de akkor, amikor mondjuk például amit szemléltetni szeretnék, és ütnék vele. Úgyhogy ezzel most így nagyjából a zen kört is szemléltettem. A cél az, hogy a odaragadás alól szabadulj meg. És azért van ez a sok negálás, ez a sok tagadás benne, hogy így próbál felébreszteni a szívszutra, hogy de hát ezzel nem kell azonosulni. Hát ez ugye nehéz dolgaink, amit olyan nagyon cipelünk magunkkal. Régi-régi érzelmi terhek, régi-régi sérelmek. Persze ezeknek van egy érzelmi útja, hogy mondjuk egy sérelem az, akkor hogyan nyugszik meg benned. De nagyon sokszor elakadnak ezek a folyamatok, mert valamihez benne ragaszkodunk. Ugye általában azért akad el sok minden, mert nem megyünk a mélyére. Védjük magunkat, és mondjuk egy agresszióval, egy folytonos ilyen nem megbocsátással védjük magunkat attól, hogy mondjuk valami minket megbántott, valaki minket nagyon megbántott, és akkor folyamatosan abba vagyok benne, hogy az a rohadék. Aj, soha nem bocsátok meg, soha! Miért jó ez? Azért, mert hogyha meg akarnék neki bocsátani, akkor először át kellene élnem azt a nagy fájdalmat, hogy mit tettek velem. És ezt át kell élni ahhoz, hogy a másikat el tudjam engedni, hogy a polaritás megszakadjon. De ebben nehezen engedjük bele magunkat. Segít az, hogyha a szívszutrát tudod, és akkor ott vagy, hogy jó, ez most marhára fáj, de eredetileg ez sincs.
eredetileg ettől is szabad vagyok. És ez nagyon fontos, mert ugye itt bele lehet esni gondolatilag abba, hogy de hát ez nihilizmus. Hát akkor de nem, az a gondolk, ha amikor azt érzed, hogy a buddhizmus nihilizmus, akkor gondolkodtál rajta túl sokat. Én ezt elég sokat csináltam. És nagyon sokszor volt ilyen élményem ezzel, hogy most még rosszabbul is vagyok, mint voltam, és akkor tényleg semmi nincs, semmiben nem lehet bízni. De ha nem gondolkodsz rajta, akkor ez egy iszonyat nagy szabadság. Hogy nem tudom, néha van olyan pillanata az embernek, ez viszonylag ritkán, hogy így kimész akár egy jó elvonulás után, amikor úgy tényleg gyakoroltál, és kimész és sétálsz haza, és ez a... nincs ott ez a szenvedés nyomás, hanem csak úgy vagy. Hogy megvan az az élmény, hogy lehet csak úgy lenni. Önfeledten, igen. Ez nagyon jó, hogy mondtad ezt a szót, de az önfeledtség, hát ez egy elég, az a szabadság, az, amikor az énségedet elengeded, hogy csak tisztán láthatsz, tisztán hallhatsz. Az még jobb, mert akkor tényleg még attól is szabad vagy. Nagyon érdekes, ezeket mondtok, mert ilyen az emberi elme, hogy amikor végre azt hiszed, hogy megszabadultál, akkor erre is legyártasz egy fogalmat, és akkor utána ugyanúgy folytatódik tovább ez. Klasszikus példája az, amikor valaki szeretne egy kicsit spirituálisan fejlődni, elmegy ilyen elvonulásokra, és akkor én meghaladtam az egót, én most már szabad vagyok, jaj, de nagyon értem, és kiposztolsz magadról az elvonulásról mindig egy képet, hogy itt vagyok, itt a templomba, itt vagyok, itt meditálok. Nagyon szoktam szeretni az ilyen posztokat, hogy kiposztolom magamról, hogy meditálok. És közbenállásul, igen, hogy úgy oda lerakom, beállítom, hogy jó menőn nézzek ki. Hát ezek szoktak az érdekes dolgok lenni, ugye klasszikusan ez is olyan a meditáció, hogy aki csinálja, az nem látszik, aki nem csinálja, az látszik, ugye. Meg hát aki ugye nem tudja, azt tanítja. De mindegy, csinál róla a videót, kirakja a YouTube-ra, úgyhogy igen. Szóval most hosszasan válaszoltam, de azért, mert elég jól beletapintottál itt a lényegbe, és nagyon jó a kérdés olyan szempontból is, hogy ez úgy hosszabb idejű gyakorlás után kerül elő. És ezekkel tehát amíg így a szívszutrával kapcsolatban nem voltak ilyen nagyon akár velőbe hatoló kétségeid, meg problémáid, addig még nem foglalkoztál vele rendesen. Addig csak egy szép szöveg, ami jó, hát elénekeljük, mert a szunim is énekli, és hú, ez akkor biztos jó. De ezek nagyon felforgató szövegek, meg felforgató tanítások. Tehát az a jó, ha zavar, az a jó, ha problémád van vele, az már egy olyan folyamat, hogy belül küzdesz vele, és próbálod magadévá tenni. És akkor először intellektuálisan teszed magadévá, de jó esetben ez párhuzamosan zajlik a tapasztalattal. És akkor a zen ebben egyébként nagyon jó. Én ezt nagyon szeretem benne, hogy tele van ilyen tanításokkal, mint az egyik zenmester, régebbi zenmester írta ezt, hogy mielőtt elértem a fölébredést, risthántoltam és hoztam a kútról a vizet, miután elértem a felébredést, risthántolok és hozom a kútról a vizet. Tehát, hogy ez a, meg mennyi gyál egy teját. Ez iszonyatosan jó biztosíték a tanításba, hogy semmi olyat nem árulunk, mint hát máshol szokott ilyen lenni, hogy akkor majd valami csoda következik be a végén. Egyáltalán nincs csoda, de az nagyon jó, hogy nincs. Tehát amikor ez a tiszta, nyitott emberi jelenlét meg tud valósulni, az nagyon gyönyörű. Én mindig azt szoktam mondani, hogy amikor egy jó társaságban leülsz mondjuk teázni, én nagyon szeretek teázni, akár a templomba is, de most már elég sok helyen
mindenki egy rákap erre a távol-keleti teázásra. Hozol egy finom teát, leülsz, iszogatod. Egy, két, három, négy, öt óra el tud telni. Emlékszem, a templomban voltak ilyen elvonulások után élményeim, hogy így elment el elvonulás, és akkor egy páran maradtak. Segítők, rezidensek, meg még akár az elvonulók közül is. És leültünk, és délután 2-től este 7-ig, 8-ig folyamatosan teáztunk. És ennek volt egy ilyen nagyon szép, hogy sehova nem akartunk menni, beszélgettünk, elvoltunk, és úgy valahol ettől több nem kell az életbe. Most ne a teázáshoz ragaszkodjatok, hanem amikor így van egy ilyen jó pillanat, vagy akár ez is, hogy így eljövünk, beszélgetünk a zenről, nem hiányzik ebből semmi. Aztán az a truváj, hogy az összes többi pillanatból sem hiányzik semmi. Úgy azt hiszük, hogy valami hiányzik, valami nem jó, és ebből az egyes ember szintjén szenvedés, meg ilyen hányattatódás van, hogy egy ilyen színusz hullám az életet, hogy egyszer fönn, egyszer len, egyszer templom, egyszer kocsma. De nagy szinten, a világ szintjén meg háború. Mert ott az emberi kapzsiság, az elképzelések, és akkor azt mondom, hogy ott az a másik, az egy rohadék, egy csótány, és el kell foglalni, ki kell írtani. És ez már nagyon régóta így van, meg most is így van. Mind abból a belső hiányból ered, hogy nincs meg az a tapasztalat, hogy eredetileg semmi sincs. Eredetileg minden üres, másik oldala, eredetileg minden teljes. Úgyhogy én tényleg ebben látom az egyik lehetséges kiutat a zenbe. Más hagyományokat nem ismerek annyira, azt nem akarom leszólni. Nyilván az, aki azt ismeri, más úton is lehet ide jutni. Rengeteg olyan ember, vagy nem rengeteg, de látok néhány olyan embert, mert azért ez mindig egy ritka minőség, aki egy olyan igazán mély istenhittel bír. Ugyanez a ponthoz el tud jutni. Tehát egyáltalán nem azzal van kérdés, hogy most milyen úton jársz. Csak ahhoz, azon a hagyományon belül, ahol te jársz, el tudsz-e jutni eddig a mélységig. Szokták ezt egy ilyen hasonlattal, ez Dúl Antaltól hallottam, aki a... Az időt jönni, bárik visszatér a magukba. Hát az is. Meg hogy egy kereket, hogyha elképzelünk, mondjuk egy ilyen szekérkereket, vagy biciklikereket, akkor a szélén, vagy a kerék mentén elhelyezkednek a különböző vallások, gondolkodásmódok, egyebek. És el lehet indulni mindegyik ilyen hagyományból, vagy vallásból befelé, a közepébe, mondjuk a küllők mentén. De hogyha elmélyedsz valamelyikbe, és elég mélyre mész, akkor beérsz a közepébe, függetlenül attól, hogy innen vagy innen jössz, és onnan a közepéből bármerre nézel, meglátod mindegyikben ezt az utat. Csak kívülről a kerék mentén úgy tűnik, hogy ja, én itt vagyok, az meg ott, homlok egyenest mást mondunk, és akkor ebből nagyon egyszerű azt mondani, hogy hát az enyém a jó, az meg ott, nincs az az Isten, hogy az úgy legyen. Végezzünk vele! Így működik az emberi természet. Néha nagyon lehet azt mondani rossz értelemben gyermeki. Úgyhogy nagyon jó kérdést tettél föl, ez teljesen inspirált. Ez a tapasztalat legyen a cél, hogy ez a teljesség meglegyen, hogy nem hiányzik semmi. És akkor valóban mindaz, ami ott a szkandákban megjelenik, ugye, hogy a forma, az érzés, az érzékelés, akarat, tudatosság, ebből vagyunk. Ez a buddhista elképzelés arról, hogy a személyiség miből áll, meg a test miből áll. Hogy oké, hát most van, majd el fog múlni, helyette lesz valami más, de ami folyamatosan megvan, az a létezés, az, amit nem tudunk megnevezni.
Hamvas Bélának van valahol egy nagyon jó mondata, ami nekem nagyon megmaradt, hogy a létezésből nem lehet kiesni. Tehát tényleg olyan sokszor azt gondoljuk, hogy Úristen, valami rosszat csinálunk, és akkor mondjuk nagyon rossz karmánk lesz, és akkor valami nagyon csúnya dolog történik velünk. Vagy hogyha keresztény hagyományon belül vagyunk, akkor elkárhozunk a pokolba, és akkor ott valami megszűnés lesz. De valójában tudatállapotok vannak, azt látjuk már most is a jelenleg életben is, hogy lehet a poklot élni, lehet a mennyországot élni, de a mélyén, ami van, az, ami tapasztal, az nem múlik el, és nem jön meg. Nem él, és nem hal meg. Az létezik. De ez is már rossz, hogy kimondom, mert azt mondom, hogy van, az azt mondanám, hogy nincs. Ezért van ez, hogy ilyenkor oda folyamodunk, hogy az egész blablabla, amit nyomok, ez akkor a legjobb, amikor megszűnik. Ez most egy kicsit olyan logika, mint a régi vicc, hogy most úgy érzem magam zen tanítóként, mint az ember, aki ugye, hát kutyája van, és mindig veri. És a szomszéd egy idő után megelégeli, hogy mindig vonyít az a kutya. És átszól, hogy hát szomszéd, hát maga milyen kegyetlen ember, hát veri azt a kutyát napról napra. És akkor mondja a szomszéd, én nem. Én szeretem a kutyámat. Na de hát hallom, hogy visít, hát most is ott van a kezében, hát veri. Hát igen, verem, persze. Na hát akkor ez hogy van így? Hát nem, hát kérem, hát én a kutyámat imádom. Én azért verem, mert gondoljon bele, hogy milyen jó lesz neki majd, ha egyszer abba hagyom. Úgyhogy most kicsit így érzem én is, hogy milyen jó lesz majd, hogy egyszer abba hagyom ezt a beszédet, és akkor jó lesz. Válaszoltam a kérdésedre? Igen, köszönöm szépen. Nagyon örülök. Nekem egy érdekes tapasztalásom van, és ezzel kapcsolatban szeretnék kérdezni, hogy talán a meditációban a legnehezebb ezt a fajta teljességet megélni és átélni, ami az életben, meg viszont úgy érzem, hogy mostanában elég jól megy. Tehát azt érzem, hogy az élet az úgy könnyű, de viszont a meditációban meg rengeteg elakadásom van, nehézségem, és ott meg küzdök. Tehát, hogy nem értem ezt, hogy mi ez. Erre szeretnék választ kapni, hogy vajon mi lehet ez. Köszönöm. Hát nagyon jó a kérdés. Ugye amikor éljük az életünket és cselekszünk, és feladataink vannak, kapcsolatainkban benne vagyunk, akkor az lefoglal. Tehát valamire irányulsz. De már csak akkor, ha sétálsz az utcán, akkor is irányul valamire a figyelmed. A fákra, a patakra, az autók hangjára. Tehát ezért nagyon jó relaxáló, meg ilyen meditáció előkészítő gyakorlat tud az lenni, hogy kimegyünk a természetbe, és akkor csak úgy ott vagyunk. Csak hogy ez még mindig egy mankó. És a zen gyakorlat a mankó nélküli, nem tárgyas figyelmet célozza meg. Tehát, hogy leülsz, csak az a nagyon finom jel van ott, ami tényleg ezen a félig nyitott, vagy csak résnyire nyitott szemen keresztül bejön, mint vizuális információ, de ugye az sem mozog, tehát csak a padló, meg a hangok, amik körülvesznek minket, de ez azért eléggé minimális a csökkentett inger. És akkor mivel, hogy nincs semmilyen külső tárgy, ami lefoglalja a figyelmedet, ezért maradnak a belső dolgok. És akkor azok szépen hát figyelmet kívánnak maguknak. Tehát ez olyan, mintha férfiak szokták klasszikusan ezt csinálni, hogy már olyan problémás otthon,
és akkor belemenekülnek a munkaalkoholizmusba, hogy reggel 6-tól este 11-ig dolgoznak a munkahelyükön, és akkor nem kell az asszonnyal találkozni otthon meg a gyerekekkel, mert még nem keltek fel, amikor elmegy, és már lefeküdtek, amikor hazamegy. Viszont, ha egyszer mégis egy szabad nap otthon van, hát akkor egyszer csak mindenki elkezdi neki mondani a panaszokat. Úgyhogy ez annak az oka, hogy amikor leülünk, akkor nagyon sok minden olyan is följön, amit egyébként nem érzékelünk. Mert lefoglaljuk magunkat a világban. És az nagyon jó, ha tudsz jól működni az életedben, mert az azt jelenti, hogy van egy bizonyos tudatosságod már, hogy tud kezelni a helyzeteket. Tehát, hogy a meditációs tapasztalat úgy használható a mindennapokban, hogy nem így közvetlenül, de azáltal, hogy jobban figyelsz, jobban ott vagy, magadat is jobban látod, nincs annyi illúziód, ezért nem követsz el annyi hibát. Tehát ez jó. Viszont ettől még az, ami benned van, az a sok lelki, pszichés történés, múltbéli, jövőbeli, bármilyenféle hatás, az ott van. És ennek kell időt hagyni kipörögni. Ez természetes, hogy hullámzóak vagyunk. Van, amikor jobban vagyunk, és kevesebb ilyen problémánk van. Van, amikor valamiért olyan a lelki világunk, hogy kicsit jobban előjön. Fáradtabbak vagyunk, valahogy bármi úgy alakul. A lényeg az, hogy bírd ki, hogy tud kibírni. Legyen hozzá türelmet, hogy ülök, igen, és most nagyon nem jó. És menekülnél belőle. Azért, mert ezzel tudsz még mélyebbre menni. Ezzel tudod még jobban tágítani a tudatod terét, hogy kibírod ezt a fajta frusztrációt is. És aztán szépen ez kipörög, lehet esetleg egy mantra gyakorlatot végezni, tehát ilyenkor, hogyha az ülő meditációs praxisban úgy érzed, hogy nagyon ilyen széttartó vagy, és nagyon, nagyon diffúz minden benned, akkor lehet egy ideig mantrás ülő meditációt csinálni. Ha olyan, hogy nagyon zavar. Ha olyan, hogy egyébként elviseled és tudod csinálni a gyakorlatot, csak kellemetlen, akkor lehet, hogy érdemesebb kibírni ezt. Mert annak lehet gyógyító ereje, hogy hagyod, hogy ezek így kipörögjenek, és aztán, amikor fölállsz, akkor megint lehet az életet művelni. Mint hogyha belőle ezt figyelni valaki, és így nevetne az egész, hogy mit termetsz, te mit kilódsz itt ez az egész, és valahogy ez az érzet segít kibírni ezt a fajta. Nyilván ez is egyfajta illúzió, de ez valahogy egy mélyen valaminek érzem, ami egy mankó tud lenni, és tud segíteni benne. Ettől nem kell félni. Semmitől nem kell félni, egészen addig, amíg ez nem marad olyan ragaszkodásá, hogy már nem tudod letenni. Tehát bármit lehet használni, akkor, hogyha rugalmasan kezeled. Ez így nagyjából egyébként a gyakorlatnak is az egyik ilyen tanulsága, vagy amit úgy a zen tanítás is át akar adni, hogy akkor működsz jól, ha rugalmas vagy. Úgy kívül, mint belül, úgy testileg, mint lelkileg. És ez nem azt jelenti, hogy gerinctelenség. Nem, nagyon is egy szilárd talajon állsz, vagy egy szilárd matracon ülsz, csak hogy nincs az a merevség benned, hogy de csak így lehet, meg csak úgy lehet, hanem ha most éppen nem jönnek ki a teremből 15-kor, mert valami történt, akkor persze be lehet jönni és kiráncigálni őket, és megpofozni őket, hogy miért maradtak tovább, de a legjobb az, hogyha szépen, ahogyan tettük, türelmesen szólunk, és akkor ők is kijönnek, mi se izgatjuk föl magunkat, hogy de miért nem jöttek ki, és bejövünk utána, és csináljuk a gyakorlatot. Tehát, hogy például ez az ilyen rugalmasság, ez nagyon jó, ha mindenhol jelen van az életben, saját magunkkal szemben is. Az nehéz, hogy most miért nem megy jól, most miért nem vagyok ilyen vagy olyan. Ez egy nagyon nehéz dió. Igen, mert amikor azt érzi az ember, hogy az életben tényleg így vannak helyzetek, és a reakció az helyes.
a viszfilmezésből, meg a későbbi következményekből látva. És tehát ez ilyen tök jól működik, és nem akarom elbízni benne magam, meg hagyjuk is a véleményt, csak azért állítom fel, hogy így szembeállítsam azzal, hogy viszont ez egy ülő meditációban, ez meg problémásabb, mint a való életben, és ez ilyen furcsa paradox. Uh-huh. Hát ez jó a paradox. Igen. Már például az ebben segít, hogy fölismerted. Vagy az az állapot a legrosszabb, amikor valami nem jó, meg nem komfortos, de nem is ismerjük föl, hogy mi. Most például meg már elég jól, elég képletesen leírtad, hogy mi van benned, és az nagyon jó, mert akkor elkezdhetsz leválasztódni róla. Mármint attól, hogy zavarjon. És minél inkább leválasztodsz róla, minél inkább tudod úgymond elengedni, vagy beleengedni az ürességbe, annál nyugodtabb és teljesebb leszel. Ugye úgy kezdted a kérdést, hogy ezt a nyugalmat megélni. Minél inkább el tudod fogadni azt, hogy most éppen ez van, annál inkább ott vagy abban a nyugalomban. Tehát, hogy ez a... Nagyon túlbonyolítjuk, de kicsit olyan, most próbálok analógiát mondani rá, mint hogy mondjuk egy meleg nyári napon ülsz a belvárosban egy irodába, és dolgoznod kell. És hát egész addig ez borzasztó szenvedést tud okozni, amíg folyamatosan nézegeted a Balatonról szóló képeket. És akkor azon gondolkodsz, hogy hát ezt nem lehet kibírni, 40 fok van, miért nem úszhatok a Balatonba? És akkor abban az esetben, hogyha az a munkád, és éppen nincsen szabadságod, és ebből keresel pénzt, és stb., hát akkor az van, hogy ott kell lenni és csinálni azt a munkát, és majd mész a Balatonra. De hogy közben, hogyha kiesel abból, hogy jó, hát most ilyen a helyzet, most éppen meleg van, de az is tud teljes lenni. Nagyon nehéz megcsinálni. De milyen szép, amikor sikerül néha. Hogy igen, de hát most is teljes vagyok. Most is minden rendben van. Úgy alapvetően. Ezt megtartani mindig az a nehéz. Hát az iszonyat nehéz. Ez tényleg... Ugye, hát ez benne a nagy kihívás. De erre mondanám azt, hogy érdemes elengedni azt, hogy mindig meg akarjuk tartani. Az egy olyan nagy szabadság, hogy nem kell mindig megtartani. Meg nem kell mindig hibátlannak lenni. Iszonyatosan nehéz megcsinálni, hogy ne akard mindig. Ne legyen mindig ott egy ilyen ideál, hogy kéne legyen. És akkor adott helyzetben, hogyha el tud engedni azt, hogy kéne legyen, akkor már is megint teljes vagy. Nyilván ezt is lehetne túlgondolni. Tehát, hogyha van egy nagyon egyértelműen kellemetlen helyzet, és mondjuk éppen lerugok valakit, és megverem az embottal, hát akkor arra mondjuk úgy nem jó, ha azt gondolom, hogy jó, hát ez is teljes, ó, nagyon jó, tehát ez lenne megint a gondolkodás. Fogadjuk el. Köszönöm a válaszot. Igen, örülök, hogy kérdeztél. Igen. Ha fogadom tétel egy nyilvánban, már lefettem, mondjuk ez a nevű, bocsánat, nem az, hordászni, imádok hordászni. Igen. És mindig mondom, bérbe viszek halak. Ez a paradox, hogy kifogom, beleteszem a szatyorban, a kofában, jön az élet, csak meghal. És hogy ennél nem tettem le a fogadom, és hogy beleteszem valamitől, hogy teljesen a bevett, mondva a leüljön, hát mondom, ezt nem tudom, hogy kérdés intézőben, kibár kint ülj egy úgymond a vízparkra, most kérdezik, nem olyan fel, mindegy, van kapás, vagy nincs kapás, csak ott helyen. Én a hal, mert már rendesz egy halat, hogy én mehetsz. Akkor, hát én belőle vár fejbe kell. És ezért nem tudom, hát ennél fogadom, hogy ezt a dilemmát rögtön magamon feloldani. És mit szeretnél igazán? Mind a kettőt szeretném, hogy örömet szerezek neked is, tehát a szeretőre halad, vagy a szomszédon, vagy ott valaki. És miért akarod letenni a fogadalmat? Mert
ennyit tudtam látni az összes öcsüket, ebből a ne üljek. Itt vagyok elakadva, ha nem lenne a Pecs az életemben, akkor nem tettem volna foglalni. Azt javaslom, hogy gyakorolj tovább, és a fogadalmakat akkor érdemes letenni, amikor már teljesen azonosulni tudsz vele. És nem kell erőltetni. Majd adj időt magadnak, hogy hogy alakul a karmád a pecázással. És akkor majd lehet találni valami olyan utat szerintem, ami mindenkinek megfelel. És lehet ülni egyébként a vízparton úgy is, hogy... Első és legfontosabb, hogy ha már megszületett benned ez a gondolat, hogy eljössz és gyakorolsz, zen, gyakorolj zent. Ennyi. Bármikor, bárhol, pecázásba, anélkül, és az összes többi a sallang. Nagyon jó, hogy van, a fogadalom azért van, hogy aki ezt már igazán komolyan gondolja, akkor leteszi ezeket azért, mert ez egy ilyen útjelző tábla, hogy mit ne csinálj ahhoz, hogy ne legyenek problémáid a gyakorlással. Tehát azt célozza meg a fogadalom, hogy ugye, ha én nekem azon kell gondolkodnom, hogy jön a megölt ember szelleme utána meg a rendőrség, akkor nem tudok olyan könnyen a tantienre fókuszálni. Vagy hogyha, mit tudom én, a szeretőmnek a férje üldöz, meg a feleségem mikor tudja meg, hogy megcsaltam, meg stb., akkor se olyan könnyű a tantienre fókuszálni. Vagy hogyha folyamatosan a megölt halak képe jön föl bennem, akkor sem biztos, hogy olyan könnyű gyakorolni. De ezért vannak a fogadalmak. Tehát, hogy téged egy olyan útra tereljenek, ahol könnyebb ilyen szempontból az élet. De nekem az a tapasztalatom, hogy akkor jó erre az útra lépni, meg akkor jó ebbe a fázisba lépni, ha megérettél rá. Most csak ilyen jut eszembe, ugye, ha már itt a szexualitás szóba jött. Hát látjuk, hogy hányszor van probléma abból, hogy fiatal emberek, akik nem nagyon tapasztaltak még meg semmit, és mondjuk megfogadják, hogy ők cölibátusban élnek, aztán nem sikerül. És még lehet, hogy rosszabb lesz, mint hogyha amúgy normálisan megélte volna a szexualitását. Tehát, hogy ez is olyan, hogy amíg valamivel dolgod van, addig azt valahogy érdemes rendezni, és nem feltétlenül úgy, hogy így megszakítod és kész. De a függőségeknél is így van, hogy meg kell érni rá, hogy na, én most leteszem a cigit, és akkor viszont le lehet tenni. De egészen addig, amíg nem születik meg benned egy ilyen döntés bármilyen változással kapcsolatban, hogy már pedig én most ezt megteszem, mert ezt tartom helyesnek, addig nem fog menni. És addig viszont időt kell hagyni magunknak. A kérdést föltetted, tehát ebből nekem, én azt hallom ki, hogy azért alapvetően ez már ambivalens benned. Meg kell várni, hogy ez az ambivalencia, ez mivé alakul. Nagyon szívesen. Hát és akkor megköszönöm mindenkinek, aki kérdezett, meg mindenkit, aki meghallgatta azt is türelemmel, és akkor belekezdünk a nap érdemi részébe, az éneklésbe, aztán pedig a meditációba és a koan interjúba.